Különösebb tétje nem volt a Fehérvár vasas mérkőzésnek, hiszen a hazaiak a közvetlen élboly mögött már távol kerültek az Európa Liga indulástérő harmadik helytől, a Vasas pedig nem tudott annyira gyenge tavaszt produkálni, hogy kiesési gondjai legyenek. Kiegyensúlyozott mezőnyjátékot Fehérvári gól követett, hiszen a 24. percben Polonkai előreívelése után Vujovic elé került a labda, és a csatár megoldotta a feladatot. Sokáig nem búslakodott a Vasas, a 32. percben Vukely a szabadrugásból meglepte Sebő kapust. A második félidő határozottabb iramban kezdődött. Vujovic például már a második percben eltalálta a kapufát, az első negyed óra végén pedig a Vasas jutott igencsak ígéretes gólszerzési esélyhez, Piller lerántásáért ugyanis 11-est kaptak az angyalföldiek, a sértetnek pedig rendben voltak az idegei. 8 percnél tovább nem tartott a Vasas öröm sem, Andics ráadásul akkora gólt lőtt, hogy Fehérvárottán azt sem bánták, hogy ezzel is csak döntetlenre állt a csapat. A 70. percben majdnem vezettek is a fehérváriak, ám Szakály rosszul emelt, ráadásul jött a kapufa, és a középpályás meg is sérült, le is kellett cserélni. A hazaiak mindent megpróbáltak a három pontért, de nem jártak újabb sikerrel, így be kellett érniük 1-2-2 lett a vége.